január 22-a a Magyar Kultúra napja előtte, és utána is jó pár napig a kultúrája a főszerep. Most ennek kapcsán Katona Imre színész, dramaturg, rendező a vendégem, aki jelen pillanatban az Új Színházba saját darabját rendezi. Furcsa dolog lehet saját darabot rendezni. A darab, amikor íródott, akkor tudta, hogy ön lesz a rendezője? Tehát amikor ír egy darabot, akkor azzal tisztában van-e, hogy ön fogja színhavadra állítani. Mi a könnyebb, hogyha így van, vagy ha úgy van? Hogy a belecsapjunk a közepébe? Én egész életemben mindig a színház szükségletei szerint írtam darabot, vagy készítettem adaptációkat, és amit most rendezni fogok, az határozottan az én régi és egyetlen igazi nagy alkotótársamnak a számára íródott, Rusz József rendezte ennek a komédiának a bemutató előadását. Én határozottan ezt az ő számára és az egyetemi színpad számára írtam. Szükségszerű volt, hogy én ezt a művet megírjam az ő számukra. Miért volt annyira fontos Rusz József az ön életében? Meghatározó. Meghatározó, miután a mi alkotói kapcsolatunk megszakadt, onnantól kezdve egy egészen más, kalandosabb irányt vett az én pályafutásom, de az igazi nagy megvalósulások azok ifjúkoromban, később is ezekre a tapasztalatokra támaszkodtam. Ezek a régi, ifjúkori megvalósulások, ezek mind a kettőnk közös munkájából adódtak. Volt Ruszt úrnak ahhoz köze, hogy ön nem a színészi pályán maradt, hanem elkalandozott más irányban? Hát igen, ő kényszerítette azt, hogy hozzak létre szövegeket, és szoros egymás utánban számos darabomat színpadra vitte. Volt olyan pillanat, amikor felvetett nekem témákat. És aztán én darabot írtam, ez volt a Befalazott asszony. Hogy ő egy nagy balladai témát az alkotásról, az emberi erőfeszítésről, és az emberi alkotás igazi összefüggéseiről akarna feltárni egy történetet, és ennek az esélyét a Kümes Kelemen című balladában látja. És akkor írtam meg a Befalazott asszony című rituális játék szövegét. Mennyire lehetett elszakadni? Mennyire tudott elszakadni a balladai formától? Azért ez egy nehéz dolog, mert újat kell alkotni, de valahol mégis meg kell maradni a gyökereknek. Igen, a téma ihleti az embert, de a színházban új struktúrákat hozunk létre, új szövegstruktúrát. Egy drámai műben embert egy másik emberrel viszonyba kell hozni. A drámai cselekmény nem egyéb, mint az egyik hősnek a másik cselekvő személlyel való viszonya, viszonyváltozása, ezeknek a viszonyoknak az alakulása, tehát az emberi cselekvések területére kell átmenteni a történetet. Nem azt mondom, hogy a szöveget kell kibontani, hanem a cselekvéseket kell megszólaltatni szövegben. Sokszor nagyon nehéz feladatokra vállalkozik, de mindenhez rengeteg iskola járult hozzá Magyarországon és külföldön. Önnek elég kalandos Olaszország, illetve más országok beli tanulmányai voltak, hogy így mondjam. Igen. Melyik volt a legmeghatározóbb? Az itthoni. Ezt határozottan mondhatom. Ez ettől nem lehet elszakadni, tehát az embernek a saját kulturális gyökerei azok, amiből nedveket tud szívni. Én a magam esetében az életem végéig módosítják, és sajátos irányba tudják terelni az emberben az elemi, tehát az anyanyelvi kultúrához
fűződő tapasztalatukat az idegen hatások. Fontosak azok. A mi kultúránk, ha már a magyar kultúráról így konkrétan ejthetek néhány szót, ez nem egy provinciális valami. A magyar kultúra sok mindenféleképpen fémjelezhető, de hogy provinciális lenne, ezt nehezen mondhatnánk, mert nincs még egy másik nemzeti kultúra Európában, talán még a lengyeleké esetleg, amelyik időben és térben olyan sokfajta hatást tudna felölelni, mint a miénk. A dramaturg felülkerekedik saját maga felé önben? A rendező kerekedik felül ilyenkor, megmondom őszintén. Ugye egy drámai szöveg tartalmazza a párbeszédeket, és olykor zárójelben olvashatóak az úgynevezett szerzői instrukciók. A szerzői instrukciókat, azokat igyekszik a színész követni, mert neki már azok támpontot jelentenek, és kapaszkodnak. Megmondtam a társulatnak, hogy ezt felejtsük el. Azt valaki írta, aki papíron dolgozott, és én nem fogok feltétlenül a szerzői instrukciókhoz alkalmazkodni, az nem szentírás, sőt többnyire cáfolni fogjuk, mert én egy eleven színpadi előadást hozok létre. Igen, az ember egyszer dolgozott papíron, most pedig emberekkel kell alkotnia. Mennyire más a gyakorlat, amikor az ember megkap egy szövegkönyvet, megír valaki egy szövegkönyvet, elképzeli papíron, és aztán saját maga szembesül vele a gyakorlatban, hogy hát azt mégsem úgy gondoltam akkor. Igen, a drámai szöveg... Szokott magával vitatkozni? Hát ilyenkor én nem nagyon vitatkozom, hanem megy egy irányba a rendező, és gondolkodik a saját észjárása szerint, és nem kell, szerencsére nem kell, mert önmagam korábbi gondolatait a sútba vetem, azzal nem is foglalkozom. Azért ez izgalmas. Hogyne, nagy kihívás, hogyne, nagy kihívás. Visszamegyünk arra a tartalmas pályafutásra, amivel ön rendelkezik, mert sok-sok állomása volt, amiből lehetett építkezni. Ott volt a Színművészeti Főiskola, a színész mesterség megtanulása, a külföldi gyakorlatok, az itthoni gyakorlatok, a Rock Színház, ami egy teljesen más világ volt, mondjuk, mint bármelyik másik színház, hiszen akkor csinálták a színházat, akkor az megint egy új volt. Ez olyan, mint egy műnek a megírása. Nem mondhatom azt, hogy egy olyan szép, nyugodt, egyenletes és egy kitaposott úton előrehaladó pályafutás volt az enyém, állandóan irányokat váltott, már rögtön a kezdet kezdetén. Most én egy titkot elárulok, engem a képi ábrázolás lehetőségei érdekeltek, amikor kamasz voltam, és én filmoperatőr szerettem volna lenni. És abban az esztendőben, amikor én érettségiztem és jelentkezni lehetett a Színművészeti Főiskolára, akkor nem indult operatőr osztály, ahova beadtam volna a felvételi kérelmet, sőt semmilyen osztály nem indult, csak egyetlen egy Várkonyi Zoltánnak egy színész osztálya. Tehát abban az évben egy osztály indult, se többet, se kevesebbet, tizenvalahány embert vehettek fel a Színművészeti Főiskolára. És akkor én beadtam a jelentkezésemet egy olyan naív elgondolás szerint, hogy ha az embert már esetleg felvennék, akkor már bent van az intézmény keretei között, és egyszer csak valahogy átügyes, addig próbálkozik, hogy operatőr szakra is átkerülhet. Utólag tudom, hogy ez abszurdum, tehát ez így nem fordulhatott volna elő, de az is abszurdum volt, hogy felvettek. Hát pont ezen gondolkodtam, hát Huszti Péter Rék osztályába járt. Igen. És alig voltak tizenvalahányan. Hát ahhoz bizony, valamit nagyon kellett tudni. Aki osztályt indított, Várkonyi tanár úr, ő volt a vizsgáztató véletlenül, éppen rögtön az elsőn. Néhányunkat, kettőt-hármat túl engedett, és utána néhány szót váltott velünk, akik mehetnek második felvételire, és az a
néhány mondat, amit nekem akkor mondott, az keltett bennem egy olyan impressziót, hogy fel akar engem venni. Néhány mondatot mondott, a lényege az, hogy meggyőződéssel tovább engedem. Hát ez, akkor nekem gyerekéssel is nagyon sokat mondott, és hát aztán belekerültem ebbe az osztályba. Néhány hónap eltelt, akkor én már az operatőrséget régen elfelejtettem, akkor már a magnetikus vonzásába kerültem a színészi gyakorlatnak, színpad összefüggéseinek, és szorgalmas is voltam, és nagyon akartam, és talán túlságosan is, és túlságosan fiatal voltam. És aztán én nem váltottam be azokat a reményeket, amit az osztályvezető tanár fűzött hozzám, problematikus voltam. Így aztán 2 év után én átkerültem a bölcsészkarra. Várkonyi mondta, hogy maga elvégzi a bölcsészkart, maga egy intellektuális beállítású ember. Ugyanakkor, tehát ha színész volna, akkor intellektuális hősöket játszhatna, lehetne Hamlet, de maga egy, akkor még használtak ilyen műszavakat, naturburs karakter, maga Hamletet nem játszhatna, a külső alkata nem olyan, maga színházi ember, végezze el a bölcsészkart, és jöjjön vissza rendezői szakra. Ezt a javaslatot tette. Én ebbe bele is nyugodtam, és áldom a sorsot, hogy nekem lehetőségem volt bölcsészkarra járni úgy, hogy strukturált tudást szereztem, műveltséget szereztem, olyan szinten, amire a színművészeti főiskolán őszintén mondom, nem lett volna módom. Tehát, hogy én belőlem filológust és gondolkodó embert faragtak, és felvérteztek egy tudással. Csakhogy ott az egyetemen volt valami, ott volt színház, méghozzá az egyetemi színpad, és ott kezdett kibontakozni Rusz Jóskának a maga nagyon érdekes tevékenysége, és ő bevont engem ebbe a munkába. Először színészként, vele én nem voltam rossz színész. Azokban az előadásokban én nagyon jó színész lettem, de szövegekre volt szükség. És elkezdtem szövegeket írni. Most még annyit hozzáfűznék azért, hogy közben elvégeztem a bölcsészkart, akkor nekem már a színművészeti főiskola nem kellett, mert az egyetemi színpaddal Európa fesztiváljait bejártuk, és kezdtem többet tudni a színház új irányzatairól, a színház új útjairól, mint amit itt egyáltalán hazai körülmények között, vagy a színművészeti főiskola keretei között megtaríthat. Ez nem gőg, ez nem elbír, ez tény. Hihetetlen információ birtokába jutottunk annak idején, amikor magyar színházként szinte kizárólagosan csak az egyetemi színpad sorozatosan járta be Európa nagy színházi fesztiváljait. Hát azt gondolom, hogy ez a kis összefoglaló, amit kaptunk most Katona Imréből, ez bizonyítja azt, hogy mitől olyan jó a magyar színház csinálás, hogy ezt a nagyon csúnya kifejezést használjam, hiszen a kultúrát irányító, vagy a kultúrát képviselő emberek komplex gondolkodásúak, sok-sok tudás és tapasztalat birtokában vannak, olyanok, mint amilyen Katona Imre, akivel most megismerkedhettek a Magyar Kultúra napján, és aki a darabját rendezi az új színházban, amelyet remélem nagyon sokan meg fognak nézni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen.